A magas keményítő tartalmú burgonyából kis kockákat vágunk. A burgonyakockákkal lazán megtöltünk egy kémcsövet, körülbelül a harmadáig. Ezután annyi vizet adunk hozzá, hogy a kockákat ellepje. Mivel a keményítő meleg vízben jobban oldódik, mint hidegben, a kémcsövünk tartalmát felforraljuk. Átöntjük a főzőlevet egy új kémcsőbe, majd hűlni hagyjuk. A kihűlt főzőléhez barna színű, lugol oldatot cseppentünk. Láthatjuk, hogy az oldat színe azonnal megváltozik. A lugol oldatban levő jódmolekulák pontosan beleférnek a keményítő, amilóz hélixeinek belsejébe, és az itt kialakuló van der Waals kölcsönhatás úgy változtatja meg elektron szerkezetüket, hogy megjelenik a kék szín. Melegítés hatására a jódmolekulák kidiffundálnak a hőmozgás miatt szétzilálódott hélixből, és a kék szín eltűnik. Élelmiszerekből ezzel az érzékeny reakcióval könnyen kimutathatjuk a keményítő jelenlétét. Ahogyan az várható is, a csempelapon elhelyezett száraz tészta, liszt, bab, valamint alma is lugol oldattal megcseppentve kék színreakciót mutat. A tejföl és a kockacukor nem adja a reakciót. A párizsi azért adott pozitív reakciót, mert nem színhús, hanem a vizsgálat szerint keményítőt, mint adalékot is tartalmazó húskészítmény.